Hozam című gazdasági magazinunkat látják, köszöntöm nézőinket. Mai műsorunkból megtudhatják, milyen ütemtervvel vág neki 2020-nak a Paks 2 atomerőmű ZRT. Foglalkozunk a felnőtt oktatás aktualitásaival, miután február 1-ig még lehet jelentkezni a keresztféléves képzésekre. És azt is megtudhatják, milyen feladatokat vett át ez évben a kormányhivataltól a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Tartsanak velünk! A Paksi Társadalmi Tanács ülésén a választások óta először kaptak részletes tájékoztatót a térség polgármesterei az atomerőmű bővítésről. Süli János miniszter azt mondta, ebben az évben az ütemtervnek megfelelően benyújtják a szükséges engedélyeztetési dokumentációkat, és elkezdődhetnek a beruházás első munkafázisai. A Paks 2 beruházás jelenlegi állapotáról és az idei évi megvalósítás terveiről tartott tájékoztatót a térség polgármesterei számára Süli János, a bővítésért felelős tárca nélküli miniszter és Mittler István kommunikációs igazgató. Utóbbi kifejtette, a lehetőségekhez képest minden magyar településen tájékoztató előadásokra kerül majd sor annak érdekébe, hogy az állampolgárok pontos képet kapjanak a beruházás fontosságáról és ütemezéséről, illetőleg választ kapjanak a felmerülő kérdéseikre. Süli János felsorolta az idei esztendő tennivalóit, melyről azt mondta, ez lesz az engedélyezési eljárások éve. Utaltam rá, munka. Hát ez az alapmenetlen. És ugye ehhez fűződnek jellemző dátumok, és 6. hó 30 engedélybeadás. És ugye beszéltünk, tájékoztattuk a polgármester urakat, hogy szeretné a földmunkába hamarabb belefogni. Annak is akkor a magyar jogszabályi háttere úgy van megfogalmazva, hogy a létesítés engedély kérelmet követő 3. hónapban beadhatjuk ezt, tehát akkor szeptember végén szeretnénk a földmunka talajmegerősítés, résfalazásra az engedélykérelmet beadni, és akkor így folyamatosan azt gondoljuk, hogy év végére, mert 60 plusz 30 nap határidővel kell a hatóságnak ezt az engedélyezést végrehajtani, akkor bízunk benne, hogy legkésőbb 20 év végére megvan az engedélyünk, és 21-ben nekikezdhetünk ennek a munkának, ami nem kell vele megvárnunk, a szeptember 30-ai létesítés engedély kérelem kiadását. A beruházáshoz kapcsolódóan több építkezés is megkezdődik a megyében, ami az úthálózat korszerűsítését jelenti. Itt akkor Németkert Cece, akkor nagy dolog, végig be meg fogjuk csinálni a lehető leghosszabb végig, Sárszentlőrincét megyünk be vele, majd később meg tudjuk csinálni Sárszentlőrinc és Simon tornya között, hiszen annak van ragyogó, jó szakaszak arra, meg van olyan, ahol elfogyott szinte az út. Tehát ezekkel mind, de folytatjuk Bölcske, Madocsa, vagy Madocsa Bölcske, ahogy akarom, Dunaszent György, Fad, Tolna, Szexár, tehát ezek az utak mind sorra kerülnek. A kiszolgáló épületek megépítése is elkezdődhet. Beszéltünk arról, hogy még 119 létesítményt kell a területen megépíteni, ebből 80 az épület, iroda, konyha, egyéb. Így akkor ezeknek is az épületeknek folyamatosan a engedélykérelmét tartóság részére be kell adnunk, haladnunk kell abba is, hogy ezek a épületek is minden hamarabb elkészülnek. Amikor a főépületet elkezdjük, addigra azért betonkeverőüzemnek kell lenni. Később már festőüzemnek kell, raktárnak lenni. Tehát ez ezért feladatot, inkább az, hogy az ütemes végrehajtás, nem gyorsítás, ütemes gyorsítás a lényeg. És mivel megkaptuk tavaly szeptemberben a tervcsomagot, 19. szeptember végén, ebből 8 hónap után nekünk lehetőségünk van beadni az OH részére a létesítési engedélykérelmet, ez 6. hó 30 a dátuma, és utána akkor 15 hónap áll rendelkezésre a hatóságnak, hogy ezt elbírálja. Párhuzamosan ugye jogszabályt előkészítettük, kint van most uniós notifikáláson ez a jogszabály, hogy a beadott engedélykérelmet követő 3 hónap után
be fogjuk adni a földmunkákra vonatkozó terveket, engedélyeket. Szeretnénk arra 60 plusz 30 napja van a hatóságnak, tehát azt jelenti, hogy 20 végére, ha minden flottul megy, akkor meg kell kapnunk a gödörásásnak, talajmegerősítés résfalnak a engedélykérelmét, és akkor tudjuk hamarabb, hisz a eredeti tervek szerint az 21. szeptember 30-án lett volna módunk, hogyha a végleges engedélyt, létesítési engedélyt kezünkben van. Tehát ez egy fontos. A fejlesztéshez kötődően több környező településen, illetve Pakson infrastruktúrális építkezések kezdődnek majd annak érdekében, hogy zökkenőmentes legyen az ide települő dolgozók befogadása. Adtunk át az önkormányzatoknak pénzt arra, hogy tervezzék a saját vízvezeték hálózatuk, szennyvízhálózatuk bővítését, annak függvényében, hogy oda viszünk lakóparkokat, lakóhelyeket, akkor több ember ki kell tudni szolgálni ezeknek a műtárgyaknak. Paksváros kapott az idén is ugye ingatlan vásárlás fejlesztésre, a vízhálózat talán együtt az 4 milliárdos csomag volt, de abból címzette 2 milliárd kisajátításokra, konzervgyári ingatlanok megvételére. Tavaly előtt kaptak 8 milliárdot hasonló dolgokra, és akkor ezeket is valóra kell váltani. A forrás itt van, kell csinálni a területek előkészítését. Mindent egybevéve 2020 év végére minden dokumentum elkészülhet annak érdekében, hogy jövő szeptemberben megtörténhessen az első kapavágás a Paks 2 beruházásban, mondta Süli János. Február 1-ig lehet jelentkezni a keresztféléves képzésekre. Tavaly országosan 5,500 gondolták úgy, hogy új szakmát tanulnak, vagy csak egyszerűen továbbképzik magukat. Többségüket fel is vették alapképzésre, felsőoktatási szakképzésre vagy mesterképzésre. A Szekszárdi Szakképzési Centrum főigazgatója azt mondja, hogy a munkaerőpiac igényeit vették figyelembe, amikor összeállították a képzési kínálatukat. Tehát ezt azt mondjuk, hogy tovább, és a kék plusz jelre kattintva tudunk egy új pótlapot kérni. Az adóbevallás megírásának lépéseit tanulják a Szekszárdi Szakképzési Centrumhoz tartozó Bezerégy István Szakképző Iskola felnőtt oktatásában résztvevők. Elmondásuk alapján több olyan gyakorlati tudásra tettek szert, amit a jövőben a munkájukban is hasznosítani tudnak. Jelenleg otthon vagyok a kisgyermekemmel. A munkahelyemnél a főnökasszonyom volt, aki javasolta ezt a képzést. Jöttem, megérdeklődtem, és mivel én otthon tartózkodom, nekem az időbeosztásom is így könnyű volt. A munkahelyemen adminisztratív és pályázattal, könyvelői kapcsolattartással foglalkoztam korábban is. Ez a képzés mindenképpen hozzáillő és kapcsolódó volt. Úgy gondolom, hogy mindenféle tekintetben egy jó választás volt, hogy eljöttem erre a képzésre. Ez a heti 3 nap, amit itt töltök, az elméleti rész mellett a fontosabb, ami gyakorlatban is megmutatkozik. Tantárgyaink is igen változatosak, ha ezt lehet mondani. Tehát itt a pénzügyi rész, a számviteli, vagy akár projekt kapcsán igen széles körű. Tehát a munkahelyemen azt gondolom, hogy mindenképpen ki tudom majd használni ezt a képzettséget, amit reméljük megszerzünk május hónapában. Egyel több papírunk lesz, és azt gondolom, hogy ez mindenféle tekintetben azt mondhatom, hogy nekem ez egy pozitív dolog, hogy ezt választottam, idejöhettem és részt vehetek ezen a képzésen. Könyvelés akár, nekem ez újdonság volt, tehát én gépen soha nem csináltam, de innentől kezdve azt gondolom, az adóbevallását most már bárkinek meg fogom tudni csinálni. Számviteli része, igen, bele mélyültünk a korábbi tapasztalataimat, ezért egy kicsit kiszélesíthettem, akkor most már nem csak azt az előkészítő munkát végezhetem majd, hanem egy kicsit előrébb léphetek jelenlegi munkahelyemen is. Azok, akik valamilyen okból kifolyólag nem tudtak jelentkezni 2019 nyarán képzésre, azoknak még van idejük, hogy beiratkozzanak a keresztfél éves oktatás valamely formájára. Szekszárdon például felnőtt oktatásra is lehet jelentkezni február 1-ig.
Azért érdekes ez a képzéstípus, mert ezek munka mellett elsajátítható képzések. A hétnek jellemzően 3 délutánján vagy estéjén, esetleg egy szombat délelőttjén zajlanak a képzések, így mindenkinek ajánljuk, akik munka mellett szeretnének tovább tanulni. De egy másik nagyon fontos eleme a képzésnek, hogy ezek ingyenesek, hiszen a szakképzésben az első és a második szakma megszerzése ma mindenki számára ingyenes. A szakképzési centrum nagyban újra gondolta a képzési palettáját. Azt gondolom, hogy mi szolgáltatók vagyunk elsősorban, és csak olyan szakmák kerültek fel a képzési palettákra, kínálatunkra, amik valós munkaerőpiaci igényeket elégítenek ki. A vállalati kapcsolattartóink járják a duális partnereinket, a cégeket, begyűjtik ezeket az igényeket, és mi erre próbálunk rugalmasan és gyorsan reagálni. A képzéseink jellemzően Tóna megye 6 városában zajlanak, 9 tagintézményünkben lehet a képzésekre jelentkezni. Szekszárdon, Bonyhádon, Tamásiban, Dombóváron, Pakson és Dunaföldváron tudnak bekopogtatni hozzánk, de nyilván online is lehet a honlapunkon jelentkezni. Az lenne a kérdésem, hogy amikor ilyen típusú feladat van, akkor mindig használjuk ezt a táblát. Látják, hogy az eleje meg bizonyos részei megegyeznek azokkal az adatokkal, amiket önök a feladatban látnak, de néhány adattal ki van egészítve. Most arra szeretném önöket kérni, mielőtt leírják a táblát, hogy gondolják át ezt a feladatot, nézzék meg a táblát a feladatban, és az lenne a kérdésem, ugye meg kell állapítanunk majd, hogy melyik az a termék a 3 közül, késvillakanál, amelyik a legjövedelmezőbb. Így ránézésre mit gondolnak? Melyikkel tudjuk a legtöbb pénzt keresni a 3-ból? Több éve, hogy a szexuális szakképzési centrumban nem csak az általános eljárásban, azaz a szeptemberben induló képzésekre lehet jelentkezni, hanem az úgynevezett keresztféléves eljárásban, a februárban indulókra is van lehetőség beiratkozni. Azok, akik első megszerzett diplomájukkal sem tudtak munkát szerezni, vagy úgy érezték, hogy más szakmát is megtanulnának, ezentúl ingyenesen vehetnek részt a felnőtt oktatásban. De azok is jelentkezhetnek, akik munka mellett végeznék, vagy ezzel fejlesztenék magukat a már meglévő munkájukban. A felnőtt oktatás a tanuló, munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó iskolai oktatás. Én eléggé távlatokban gondolkodtam, mikor ezt így megálmodtam. Én 4 gyerköznek az édesanyja vagyok, és humán diplomámat már elég régen szereztem, úgyhogy ez, ugye itt számokkal foglalkozunk, ez teljesen egy más világ, viszont nagyon érdekelt, foglalkoztatott a gondolat régóta, hogy ezzel szeretnék jobban megismerkedni, és hát nyilván, tehát ehhez a szakmához ezt igazából gyakorlatban tudja igazán elsajátítani az ember, tehát az elsődleges célom nekem is az, hogy elhelyezkedjek ebben a szakmában, könyvelés területen, de nyilván ezt szeretném utána önállóan végezni otthon. Nem utolsó sorban mondjuk a családdal emellett azért jobban lehet foglalkozni, és így hát pénzt is lehet azért keresni. Teljesen más rendszer van itt, ez, hogy heti 3 alkalommal jövünk, ez sokkal kedvezőbb, mint az előző helyen, ott gyakorlatilag hétvégén volt ez, azért sok időt elvett a családomtól, így ez kedvezőbb nekem, és ami még nagyon tetszik, hogy abszolút a vizsgára készítenek fel bennünket, tehát célzottan, én ezt nagyon jó dolognak találom, úgyhogy alapjában véve elégedett vagyok ezzel a választással. Szerintem nem kell gondolkodni rajta, tehát akinek van egy pici affinitása is ahhoz, hogy új dolgokat ismerjen meg, tanulni egész életünkben szerintem érdemes, tehát a tudásban van a tőke szerintem. De nem csak családosok jelentkeztek a felnőtt oktatásra. Volt olyan személy, aki önerőből keresett egy céget, amely alkalmazni fogja a sikeresen elvégzett felnőtt oktatást követően. A vállalkozások világa érdekel, ezért iratkoztam be a pénzügyi és számviteli ügyintézőre. Korábbi iskolám az kereskedelmi szakmenedzserként végeztem, és úgy gondoltam, hogy így teljesen le tudom majd fedni a vállalkozások világát. Ott beleláthatok a
menedzser részébe és a marketing részébe, itt pedig akkor majd a pénzügy részébe. Magamtól kerestem egy céget, jelenleg is oda járok, nagyon tetszik, illetve elég sok mindent meg lehet tanulni. Azt mondták, hogy ha ők így megfelelek ott nekik, akkor ők továbbra is tudnak engem alkalmazni. Ebből a forgási sebesség 5,3%-os növekedése nem kedvezze a vállalkozásnak. Így van. Ez két ok miatt van, hogy az anyagköltség 10%-os növekedést mutatott, és az átlagos készlet pedig 15,8%-kal nőtt. Így van. A mai órán hát új feladatokat, mintafeladatokat alapján a vizsgafeladatok alapján készülünk a vizsgára. Itt érettségiztem, és hát akkor is már tetszett ez az iskola, és mivel már volt egy szakmám, ami nem annyira tetszett, ezért szerettem volna még egy képzésen részt venni, és mivel ugye volt egy, és ez nem, a kettő nem függött össze, és ezért csak esti tagozatra jöhettem, de mindenképp ide szerettem volna jönni, és ez volt a fő indok, hogy azért jöttem esti képzésre. A munka is másabb, nem kint kell, hanem egy benti irodai munka, meg azért valószínűleg pénzben is remélem más lesz. Idéntől a munkaerőpiac igényeit kielégítő képzési formákkal várják a jelentkezőket a Szekszárdi Szakképzési Centrum munkatársai. A fél, egy, két vagy három éves képzés ideje alatt piacképes tudást és szakoktatást szereznek a jelentkezők. Ennek alapján nagyon rövid időn belül kaphatnak állást a képzést elvégzők. A szakképzési rendszer átalakítása folyamatban van. Már szeptembertől a 8. osztályos tanulók az új képzési rendszerre, az új szakmákra fognak tudni jelentkezni. Így ezek az alapszakmák technikumban 5 év alatt szerezhetők meg, a szakképzőiskolában viszont 3 év alatt. Ezek széles szakmai, biztonságos szakmai alapokon nyugvó képzések lesznek. Az a jó hírem van, hogy a centrum fölajánlja ezeket az alapszakmákat, ezeket a képzéseket a felnőttek számára is, és számukra még azt az ajánlatot is fogjuk tudni tenni, hogy lényegesen rövidebb idő alatt fogják tudni a képzéseket elsajátítani. Ami nagyon fontos, hogy a tudás az jellemzően a cégeknél van, ezért a duális partnerek bevonása is várható a rendszerbe, sőt sokkal rugalmasabb iskola szervezés is várható a jövő évtől kezdődően, hiszen akár a tanulóknak, a jelentkezőknek az előzetes tudását is be tudjuk számítani, amit nem kell majd megtanítsunk a képzés során, itt lényegesen rövidebb lehet a képzésünk. Úgy gondolom, hogy színvonalas és jó minőségű oktatást kell nyújtsunk a jelentkezőknek. Tolna megyei igények azok jellemzően két terület köré csoportosíthatók. Nyilván Paks 2 hatása révén a műszaki terület az egyik kiemelt terület, de ha a turizmus vendéglátást nézem, Szekszárd ebben nyilván élen jár és komoly igényeket fogalmaz meg, de Tamási is. Így a vendéglátó szakmában a pincér, szakács, cukrász képzés nyilván népszerű képzés, ezekre még várjuk a jelentkezőket. De ha a műszaki területet nézem, akkor komoly igény mutatkozik az elektronikai technikusra, a villanyszerelő képzésre, de vannak informatikai, építőipari képzéseink, vannak kereskedő képzéseink, ezek mind megtalálhatók a honlapunkon. Szeptembertől kezdődően a bevont partnereink is taníthatnak már akár elméletet is, tehát egy egészen új képzési struktúra jön létre, hiszen a duális partnerek bekapcsolódnak a teljes képzés megszervezésével, illetve lebonyolításába. Ez az iskola és a duális partner egyességétől függ. Február 1-ig online is lehet jelentkezni a Szekszárdi Szakképzési Centrum oldalán a felnőtt oktatás nappali, esti vagy akár levelező munkarend formáira. Új feladatokat lát el mostantól a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet átveszi a kormányhivataltól a családi gazdaságok nyilvántartásba vételével összefüggő feladatokat, továbbá a meg nem munkált területek nyilvántartását is. Ez a gázolaj jövedéki adó visszaigénylésénél játszik kulcs szerepet. A Kamara Tolna megyei elnöke úgy véli, így hatékonyabbá és gyorsabbá válik az ügyintézés, amivel a gazdák is jobban járnak, mivel a különböző támogatásokhoz, adó visszatérítéshez is hamarabb jutnak majd hozzá. Három új feladatot lát el 2020-tól a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet átveszi a kormányhivataltól a családi gazdaságok nyilvántartásba vételével összefüggő feladatokat. Országos szinten egyébként 23 000 családi gazdaság működik,
Tolna megyében pedig 1300-at tartanak nyilván. A kamara Tolna megyei elnöke úgy véli, azzal, hogy a falugazdászokhoz közvetlenül lehet fordulni, hatékonyabbá és gyorsabbá válik az ügyintézés, kevesebb hiányos, hibás nyomtatványt adnak majd be a gazdák. A falugazdászok szakmai információkkal is ellátják a gazdákat, és leellenőrzik az adatlapokat és a határozatok lényegét is el tudják magyarázni. Az első és azt gondolom, hogy legnagyobb feladat, amit megyei szinten is ellátunk, az a családi gazdaságok nyilvántartásba vétele, és a módosítások, valamint a törléseknek az elvégzése, az ezzel kapcsolatos nyilvántartás vezetése a NÉBIK-nek a rendszerében. Itt a falugazdász kollégákra alapozva végezzük ezt a feladatot, és az az igazság, hogy ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ügyfélbarátabb lesz ez a módszer, ugyanis az ország összes falugazdászánál, tehát itt Tolna megyében is valamennyi falugazdász kolléga rendelkezésre áll, és leadhatók náluk a kérelem formanyomtatványok, és amit még segíteni tudunk, hogy ugye a kitöltésben is segítünk a gazdálkodóknak, ezáltal kiküszöbölhető akár a hiánypótlás, és sokkal hamarabb megkaphatóak a határozatok. A kamara ezen kívül átveszi az Agrárminisztériumtól a mezőőri szolgálat felügyeletét. Az Agrárminisztérium keretén belül, amik tevékenységeket végeztek, azt most az Agrárkamarára testálta tulajdonképpen a minisztérium, és a mezőri szolgálatnak a felügyeletét, ellenőrzését, képzését a kamara fogja végezni központi szinten, valamint az önkormányzatoknak fizetendő hozzájárulást is a kamara rendszerén keresztül fogják tudni majd az önkormányzatok a jövőben futtatni. A harmadik plusz feladata meg nem munkált területek nyilvántartása. Ez a gázolaj jövedéki adó visszaigénylésénél játszik kulcsszerepet. Ez tulajdonképpen a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adó utáni visszatérítésekhez kapcsolódik, tehát ezt a nyilvántartást is a kamara fogja a továbbiakban végezni a járási hivatalok helyett. Évente egyébként hektáronként legfeljebb 97 liter gázolaj számolható el. 2020. január 1-e és március 31-e között a gázolaj jövedéki adója literenként továbbra is 110 forint. Ennek a 82%-át igényelheti vissza a gazdálkodó. Tolna megyében 20 falugazdász dolgozik. Az Agrárkamara szerint el tudják majd látni az új feladatokat is, nem terveznek létszámbővítést. Ahogy a hivatalba sem vesznek fel egyelőre új embereket a plusz tevékenységek miatt, el tudják látni ezeket a feladatokat a már meglévő kollégák, hangzott el a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei szervezetének évindító sajtótájékoztatóján. Hozam című gazdasági magazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!